Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves elsősök újra. A mai témánk egy teljesen új téma lesz, aminek az a címe, hogy pótlás 10-es átlépéssel. Ezt a 10-es átlépés szót már többször hallottátok tőlem, ma egy új területre fogunk majd evezni. Ehhez ismét hoztam nektek szöveges feladatot. Kezdjük is el. Vikinek 7 matricája van, Julinak 11. Mennyit kell még Vikinek gyűjtenie, hogy neki is 11 legyen? Ugye ti is bizonyára gyűjtöttetek már matricát, ugye nagyon sokféle matrica van, fiúknál ugye nagyon mennek ezek a focis kártyák, ezeket szokták nagyon gyűjteni, de hogy ott nem 11 darabokról beszélünk, hanem egész albumokról. Most viszont lányok vagyunk, és matricákat gyűjtünk. Ugye Vikinek 7, Julinak 11, és ilyenkor az a kérdés most nekünk, hogy mennyi matricára van még szüksége Vikinek ahhoz, hogy neki is 11 darab legyen. Ismét segítségül fogjuk majd hívni most a tojástartót. Ti is nyugodtan készítsétek elő, illetve a korongjaitokat is. Ugye ez a kék-piros korong, van olyan, akinek esetleg ilyen lila színű van, vagy nem koronggal rakja, hanem ceruzá, teljesen mindegy. Lehet babbal is, bármi jó, amiből sok darab van. Az elején azzal kezdjük, hogy elolvastuk a feladatot, elmondjuk, miről szól, és utána vagy kirakjuk, vagy lerajzoljuk magát a feladatot. Én most ki fogom rakni ezt nektek ide a korongokkal. Úgy fogom kezdeni, hogy először is, ugye Vikinek 7 darab matricája van, ezért kékkel beleteszek a tojástartóba 7 darabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Az ilyen típusú feladatoknál, ahogy mondtam az óra elején, az a címünk, hogy pótlás, először mindig ki kell pótolnunk 10-ig. Tehát a 7-hez mennyit kell adjunk, hogy 10 legyen. Kiegészítjük pirossal, rakjátok ti is bele. 1, 2 és 3. De ez még kevés nekünk, mert ugye még mindig csak 10 darabunk van, és azt olvastuk, hogy Julinak 11 matricája van, tehát még egyet hozzá kell tennünk ahhoz, hogy nekünk is meglegyen a 11. Mit tudunk most erről így leolvasni? A következőt tudjuk, hogy van 7 darab, és ahhoz először 3-at, utána még egyet kell hozzáadni, hogy összesen 11 darab matricánk legyen. Tehát ezt így le tudjátok olvasni, hogy 7, meg 3, meg 1, és úgy is tudjuk majd olvasni egybe, hogy 7, meg 4, és ezt tudjuk, hogy ez 11. Tehát erről le tudjátok olvasni, hogy Vikinek hány darabot kell még gyűjtenie? 4-et, ugyanis annyit kell még adnunk a 7-hez, hogy 11 legyen. Ezt most fel fogjuk írni nyitott mondattal. Nyissátok ki ti is a füzeteteket, vagy írhatok nyugodtan lapra is, amelyik szimpatikus. Készítsétek elő a grafitceruzát, ugye az nagyon fontos, hogy a ceruzánk mindig hegyes legyen. Ezt mindig el szoktam mondani az osztályomnak is, hogy csak hegyes grafitceruzával dolgozunk. Én a következő képen írtam föl ide a nyitott mondatot. Így. Először két lépésben, a 7-hez először ugye hozzá kell adnunk valamennyit, hogy 10 legyen, és majd utána még valamennyit, hogy 11. Biztos emlékeztek rá, amikor az Esztivel játszottunk itt a Ligretto kártyákkal, és kiraktam ide őket így szépen sorba, mondjuk kitettem a 8-at, és kértem az Esztert, hogy tegyen mellé annyit, hogy mindig 10 legyen. És akkor mellé rakta a 2-t, akkor én kiraktam a 7-et, ő mellé rakott 3-at. Most erre az ismeretünkre lesz nekünk szükség, hogy a 7-hez mennyit kell adjunk először, hogy 10 legyen, és utána, hogy 11. Megint segítségül hívjuk magunknak a számsort, és rálépünk először a 7-esre. Ahhoz, hogy eljussunk 10-ig, először lépünk 1, 2, 3-at, ezt most gyorsan be is írom. Tehát 7 meg 3. Akkor így eljutottunk a 10-ig. És utána a 10-től a 11-ig már csak egyet kell lépnünk.
Így. 7, meg 3, meg 1, az egyenlő 11. Ha ezt most egy lépésben szeretném leírni, akkor a következő képen fog kinézni. Hét meg valamennyi az egyenlő 11. Ugye az előbb léptünk először 3-at, aztán 1-et, vagyis összesen 4-et kellett lépnünk. Így, tehát ide beírjuk azt, hogy 4, és le is fogjuk lépni most a számsorunkon. 7, 1, 2, 3, 4. És ideg rajzoltam ide rá a fehérre, hogy ugyanazt a lépést csináltuk meg, csak nem kettőből, hanem teljesen egy lépésből. A 7-től eljutottunk úgy a 11-ig, hogy hozzáadtunk 4-et. Nyugodtan írjátok le. Picit vissza le is hajtom az előzőt, hogy lássátok. Jaj. Így. Jól oda nyomom, mert lecsúszik. 7, meg 3, meg 1, az egyenlő 11. Ez volt a legelső. És ha egy lépésbe írjuk le, tehát a 3 meg 1-et összeadom, az 4, akkor pedig így fog kinézni, hogy 7 meg 4 az egyenlő 11. És ugye ezt olvastuk le a tojástartóról is, hogy 7 meg 4 az egyenlő 11. Ugye, mert akkor már csak 2 lépésünk van hátra. Az egyik az, hogy leellenőrizzük saját magunkat, hogy jól csináltuk-e. Az összeadást az kivonással tudom ellenőrizni. Az a kérdés, hogy 11, jaj, csúnya lett ez az egyes, azt javítjuk, 11-ből 7, az valóban 4-e. Megnézzük, lépünk megint 4-et, 1, 2, 3, 4, nagyon szuper. Tehát ez így megvan, ezt jól csináltuk, és már csak a szöveges válasz marad, amihez ugye mindig el szoktuk még egyszer olvasni a kérdést, mert lehet, hogy leírunk egy választ, csak nem a kérdésre válaszolunk, és akkor nem lesz jó a feladatunk. Mennyit kell még Vikinek gyűjtenie, hogy neki is 11 legyen? Kiszámoltuk ügyesen, hogy 4-et, mert ugye 4-et kell hozzáadni a 7-hez, ezért leírjuk, hogy 4-et kell gyűjtenie Vikinek. Elolvassuk, hogy meglegyen minden szó és betű. 4-et kell, itt figyeljetek arra, hogy 2 darab löbetűt kell írni, kell gyűjtenie Vikinek. És mondat végére oda tesszük a pontot. Tehát összegezve nagyon fontos, hogy először, ugye a pótlásnál, hát ez megint lecsúszik, na majd ragasztjuk újra, egy. Pótlásnál először mindig 10-ig jussunk el az adott számtól, és utána lépünk majd tovább. Ezt most nagyon megjegyezzük, mindjárt fel fogok tenni egy másik szöveges feladatot, és ahhoz is erre lesz szükségünk, hogy azt tudjuk, hogy először 10-ig eljutunk, és utána lépünk majd tovább. A következő feladatot ott már föl is tettem nektek a táblára, ami így szól, elolvasom. Mirjam segít anyukájának virágot öntözni. Már megöntözött 4-et. Hány virágot kell még megöntöznie, ha 12 virágjuk van összesen? Tehát ugye ez a szöveg Mirjamról szól, aki segít otthon az anyukájának öntözni a virágokat, és megtudtuk azt, hogy 4 darab virágot már megöntözött, de Mirjaméknak összesen 12 darab virágjuk van,
és az a kérdés, hogy hány darab virágot kell még megöntöznie. Ma ezt fogjuk most kiszámolni mindjárt együtt közösen, és ehhez ismét segítségül hívjuk a tojástartónkat és a korongokat. Készítsétek ti is elő. Mi az, amit tudunk? Azt tudjuk, hogy 4 virágot már megöntözött Mirjam, ezért én a kékkel bele fogok ide most tenni 4 darabot. Egy, kettő, három, négy, meg is van mind. Azt is tudjuk, hogy összesen 12 darab virágjuk van, tehát most pirossal bele fogok tenni annyit, hogy összesen 12 legyen. Ide kiteszem a kettőt, mert ugye azt tudjuk, hogy ebben 10 darab van, tehát itt már meg lesz a kettő, és a többit ide belerakom. Ó, ez pont annyi. Jó, tehát megvan először a 4, és utána beleraktam még annyit, hogy összesen 12 darab legyen. Most az a kérdésünk, ugye, hogy hány virágot nem öntözött még meg Mirjam, vagyis hány van neki még hátra. Ehhez le tudjuk olvasni innen a tojástartóból. Ugye először nagyon fontos, nem felejtjük el, hogy 10 darab van benne. A 4-et először kipótoljuk 10-ig, megszámoljuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát először a 4-hez hozzá kellett adnunk 6-ot, így kijött nekünk az, hogy 10, de nekünk összesen 12 van, tehát még 2-t pluszba hozzá kell adnom. Ugye felírjuk ezt most nyitott mondattal, hogy a 4-hez először valamennyit hozzáadunk, aztán ismét hozzáadunk valamennyit, hogy megkapjuk a 12-t. Ja, az az első kérdés, hogy a 4-hez mennyit adjunk hozzá, hogy 10 legyen. Ezt leolvastuk itt ügyesen a tojástartóról. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Ezt én be is fogom ide most írni. 4-hez 6-ot kell hozzáadni, hogy 12 legyen. Ezt megnézzük a számsorunkon is. 4, és megyünk egészen a 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nagyon jó, itt most picit megállok, és utána még van nekünk itt 2 darab piros korongunk, ugye ezért a 10-hez még 2-t hozzáadunk, így lesz nekünk 12. Itt is elépjük még ezt a plusz 2-t, és meg is érkeztünk. Így hozzáadtunk először 6-ot, aztán 2-t, vagyis összesen hozzáadtunk 8-at. Ezt is megnézzük újra itt a tojástartóba. Ugye ezt már tudjuk, hogy ez 6 darab, 6 meg 2, az összesen 8. És ha a számsorunkon megnézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát tuti, hogy jól számoltunk, nem számoltuk el. Ezért ide is be fogjuk mindjárt írni. Ez nem ragad, veszünk egy másikat. Így. Tehát a 4-hez, hogy 12 legyen, 8-at kell adni. 1. Jó? Picit így hagyom, hogy le tudjátok írni. Ugye azért 8-at adunk hozzá, mert először hozzáadtunk 6-ot, úgy, hogy 10 legyen, ez lett így 10, aztán hozzáadtunk még 2-t, így lett 12, 6 meg 2, az 8. Jó, nincs más hátra, mint leellenőrizzük saját magunkat. Ezt most a következőképpen csináljuk. Ugye a jelző felírom, az összeadást kivonással ellenőrizzük. 12-ből elveszünk 4-et, és ugye megnézzük, hogy ez 8-e. Na, lépkedjünk. 1, 2, 3, 4. Így. Így.
Átírom, hogy jól látszódjon ez a kék. Egy, kettő, három, négy. Nagyon jó, tehát jól dolgoztunk. Akkor már csak a szöveges válasz van hátra. Ugye nem felejtjük el, elolvassuk először a kérdést. Hány virágot kell még megöntöznie, ha 12 virágjuk van összesen? Kiszámoltuk, hogy 8-at, tehát leírjuk, hogy 8 virágot kell még megöntözni. Így. Tehát ha ezt a 8 virágot megöntözi Mirjam, akkor most már mind a 12 darab virágjuk meg lesz öntözve, és anyukája nagyon fog neki örülni. A szöveges feladatok után át fogunk most térni teljesen másabb típusú feladatokra, ami ebben a témában van, a pótlással foglalkozik, de nem lesz hozzá majd szöveg. Folytatjuk akkor most a feladatokat, de én már szöveg nélkül, és még továbbra is a pótlás a témánk. Hoztam nektek 3 feladatot ezzel kapcsolatban, ami nagyon jól bemutatja, hogy hogyan jutunk el először az adott számunktól a 10-ig, és utána teljesen a végeredményig. Az első feladat így néz ki, hogy 9 meg valamennyi, az egyenlő 15. Ezt most nem úgy fogjuk megcsinálni, hogy kezdjük az első sorral, aztán a második, hanem pont fordítva csináljuk, először a második sort fogjuk elvégezni. A 9-hez, hogy 10 legyen, ugye egyet kell adni, ezt tudjuk, beírom ide kékkel. A 10-hez, hogy 15 legyen, 5-öt kell adni. 10 meg 5 az 15. És ide a nagy négyzetbe pedig bele kell írnom, hogy az 1 meg 5 az 6, és ide beleírva már tudjuk is azt, hogy 9 meg 6, az egyenlő 15. Ezt mutatom még egyszer, mert ilyet még nem csináltunk. 9-hez, hogy 10 legyen, kell adni 1-et. 10-hez, hogy 15 legyen, kell adni 5-öt. Tehát összesen a 9-hez, hogy 15 legyen, kell adnom 6-ot, vagyis 1 meg 5-öt. Ugye mindig mindent meg szoktunk nézni, vagy számegyenesen, vagy számsoron. Ez most is így fog történni. Odállunk a 9-eshez, és el kell jutnunk a 15-ösig. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Tehát 6-ot léptünk előre, és ez valóban így is van. 9 meg 6 az egyenlő 15. Nyugodtan írjátok le a füzetbe, vagy a lapra, amivel készültetek, és utána megnézzük a következőt. Az első példánkban 9-hez adtunk, most a másodikban a 8-hoz fogunk hozzáadni majd, pótlással egészen 12-ig. 8 meg valamennyi, az egyenlő 12. Ismét a második sorral fogjuk kezdeni. A 8-hoz először hozzá kell adnunk valamennyit, hogy 10 legyen. 8-hoz, hogy 10 legyen, 2-t kell hozzáadni. Ilyenkor nyugodtan segítségül hívhatjátok a számsort, számegyenest, de kirakhatjátok akár a tojástartóba is. A 10-hez, hogy 12 legyen, szintén 2-t kell hozzáadni. Tehát 8 meg 2 az 10, 10 meg 2 az 12, és ugye ide a nagy négyzetbe, pedig a 2 meg 2-t összeadom, az lesz nekünk 4, és ezt fogom ide beleírni. 8 meg 4 az egyenlő 12. Ezt ismét lelépkedjük itt a számsorunkon. Megállunk a 8-asnál,
És a 12-esig kell ugye eljutnunk. 1, 2, 3, 4. Négyet léptünk? Négyet. Tehát jól számoltunk. 8 meg 4 az egyenlő 12. És ebből a típusúból hoztam nektek még egyet, amikor is a 7-hez fogunk hozzáadni. 7 meg valamennyi az egyenlő 16. Tehát az a kérdés, hogy a 7-et mennyivel kell még kipótolnom, hogy 16-ot kapjak. Megint a második sorral kezdjük. 7 meg valamennyi az egyenlő 10. Ugye a 7-hez 3-at adunk hozzá, mert 7 meg 3 az egyenlő 10. A 10-hez mennyit kell hozzáadnunk, hogy 16 legyen? Ugye 6-ot, mert 10 meg 6 az 16. És akkor már csak egy kérdés marad, hogy ugye a nagy négyzetbe mit kell beleírnunk? Összeadjuk a két pici négyzetben található számot, a 3-at és a 6-ot, 3 meg 6 az 9. Beírjuk ide, tehát a 7 meg 9 az egyenlő 16, tehát a 7-et az 9-el kellett kipótolnom ahhoz, hogy 16-ot kapjak. Ezt is megnézzük a számsoron, ezt most fehérrel fogom jelölni. Ide állunk a 7-eshez, és egészen el kell mennünk a 16-osig. Ezt azért jelölöm be ilyenkor előre, hogy nehogy véletlenül túllépjünk rajta. Na nézzük! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. És el is érkeztünk a 16-hoz, 9 lépéssel. Ezt nyugodtan írjátok le, hagyunk rá egy pici időt. Addig én az elsőt leveszem és felteszem nektek a következő és egyben utolsó feladatunkat. Az utolsó feladatunk, az egy házikós feladatnak szoktuk hívni, ilyet nem csináltunk még. Nagyon szokták szeretni egyébként a gyerekek, olyan formában csináltunk már, hogy nem három darab szám van benne, és nem ilyen pótlásos, hanem másabb jellegű, de az is ilyen házikós volt. De itt az online matek órákban még nem csináltunk. Következőt kell tudni erről a sőt, átrakom inkább ide középre, akkor így jobban látszik. Így. A következőt kell tudni erről a feladatról. Ugye minden háznak van teteje, kivéve ha ilyen lapos szerkezetű ház. Ennek a háznak a tetején ugye azt nézzük, hogy 18. Ez a szám nagyon fontos nekünk, ugyanis minden egyes feladat, ami itt van benne, összesen három feladat, mindegyik feladatot úgy kell megcsinálnunk, úgy kell elvégeznünk, hogy az eredményünk a legvégén mindig 18 legyen. Kezdjük is az elsővel. 6 meg 7, ugye 6 meg 7 az 13, ezt ide fölé írom. Direkt más színnel írom, hogy egyrészt jól lássátok, másrészt ne zavarjon bennünket a feladat elvégzésében. Tehát 6 meg 7 az 13, és az a kérdés, hogy a 13-hoz mennyit kell hozzáadnunk, hogy 18 legyen. Ide állunk a 13-hoz, számsorunkon, és el kell jussunk a 18-hoz. 1, 2, 3, 4 és 5. 5-öt léptünk, ezt az 5-öt én most beírom ide. Vagyis a 13-hoz 5-öt kellett hozzáadnunk, hogy az összesen 18 legyen nekünk, és teljesen úgy néz ki a feladat, hogy 6, meg 7, meg 5 az egyenlő 18. Igaz, hogy nem nehéz? Főleg, ha van mindenféle segítségünk. Nézzük a másodikat. 8 meg 5, meg valamennyi, ugye, egyenlőnek kell lenni 18-al. 8 meg 5, az 13. Így.
ugyanúgy 13-at kaptunk, mint az előbb, tehát mi már azt tudjuk, hogy a 13-hoz 5-öt kell hozzáadni, hogy az 18 legyen. Így. Ezt most nem fogjuk újra lelépni, mert ugye az előzőnél már lelépkedtük. És van nekünk egy harmadik feladatunk, 9 meg 3, meg valamennyi, egyenlő 18. Először kiszámoljuk a 9 meg 3-ot, ugye ez már nagyon megy nekünk. 9 meg 3, az 12, így. És az a kérdés, hogy a 12-höz mennyit kell hozzáadni, hogy 18 legyen. Ezt viszont most lelépkedjük. Tehát 12-től indulunk, és szintén ugye a 18-asig kell eljutnunk. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Most 6-ot léptünk, tehát én ezt gyorsan be is írom ide, hogy elfelejtsük. Tehát 12-höz 6-ot kellett adnunk, hogy 18 legyen. És így már kész is van ez a feladatunk. 9, meg 3, meg 6, az egyenlő 18. A mai alkalmunknak a végéhez értünk. Nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Vigyázzatok magatokra és egymásra is. Sziasztok!